Na sziasztok! Itt a Valentin nap. Ugye ez olyan egyoldalú szokott lenni, mert hát általában sok csaj, úgy érezzük mi férfiak, hogy úgy gondolja, hogy csak róluk szól, nekik kell ajándékot venni a férfiaknak. És visszafelé meg nem. Lendüljetek csávók ezen túl, lényegtelen, nem kell nekünk ajándék, hanem nőket is emberszámba kell venni, nekik is valami ajándékot kell venni, ilyenkor itt a lehetőség, hogy megmutassuk, hogy figyelünk rájuk. Ilyenkor szoktuk úgy elrontani mi fiúk, hogy veszünk valami csokit, virágot, plüssmackót, valami hülyeséget, ami ugye semmire nem jó, haszontalan, hülyeség. És ők ugyanolyan emberek, mint ti, úgyhogy fiúk, figyeljetek! Valami hasznosat, amit egy igazi ember tud használni, mert a nők is emberek. Vegyetek valami hasznosat, például én vettem Valentin napra a kedvesemnek, ez egy igazán hasznos ajándék, nem is akármilyen. Az ütfefúrók egyik királyának mondható Bosch. Miért jó ez? Hát ez több mindenre jó. Közelebb kéne jönnöm ezzel a masinával. Nem tudom, így látszik-e bele valami, hogyan kezd beállítani. Ja, hát talán így. Ez egy nagyon hasznos ajándék. Szép, csajos, finom, puha. És nagyon sok mindenre tudják használni a lányok ezt. Például, ugye egész évben halljuk, hát ezt még hogyan kell kibontani. Lehet, hogy ezt a hölgy ismerősömnek kéne bízni, ő ügyesebben bánik vele. Ez nagyon jó, nagyon kis, finom, kifinomult ajándék. Most úgy mutatom, hogy azért bent legyen valami a képbe. Ez azért is jó, mert ki tudja húzni a kis telefonját a lány, be tudja dugni a kis új ajándékát. A hangja már milyen szép. Ettől már szerintem megborzongnak, mert hát ők is emberek. És akkor most mutatom, hogy nálunk mi volt a probléma, mi ez a kupi. Az is mindig ott van a földön, ez az időjárás állomás, talán megtalálja a kamera. Például, ugye ő is hasznos ember, fogja, unatkozik, nem tudja, mit évő legyen, de hát még nem volt neki ilyen ajándéka, úgyhogy nem tudta ezt megoldani, megpróbálom az élességet beállítani közben. Ez az, így jó is lesz. Ugye a lányok majd elolvassák a használatit, remélem bent vagyok a képben, nem tudom. Igen. Szóval, Valentin napi ajándék. Hölgyem, ez a fajta fúróhoz adtak, vagy géphez adtak fúrókat is. És nem tudom, talán van itt egy hatos, mert majd olyan típusát tudjuk fölrögzíteni. Ezt már úgy képzeljétek, hogy átadtátok az ajándékot, meg fogja ragadni az alkalmat, végre hasznos ajándékot kapott, szerettiteket, mert érzi, hogy törődtök vele. Gondolom elolvassa a használati utasítást. Bekapcsoljuk az ütfe és a fúró fokozatot. Ugye ezt itt már régóta hallgatom, hogy miért itt van a földön, és milyen igaza van a hölgynek, ugye? Milyen, hogy ekkora kupi van a lakásban. Itt van neki az ajándék, ezt ő is meg tudná csinálni, de ezt most mutatom, esetleg hölgyek is nézik, hogy hogyan használjátok a hasznos ajándékot. Följelölitek, hogy pontosan hova szeretnétek. Rádöltök. Gyönyörű lúk, érted? Ennyi Valentin napra hasznosat. Most már csak egy dolog kell, hogy valaki vegyen egy tiplit, tegye bele, tekerjen bele egy csavart, és már mehet is fel a helyére az időjárás állomás. Sziasztok csávok, örülök, hogy segítettem.